Magyarország területére szombaton az ukrán-magyar határszakaszon 5582-en léptek be, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 8165-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság vasárnap az MTI-t. A beléptetettek közül a rendőrség 584 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez alatt az idő alatt fel kell keresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, közölték. Az ukrajnai háború elől szombaton 881-en, köztük 260 gyermek érkezett Budapestre vonattal. A budapesti rendőrfőkapitányság vasárnap azt írta a polisz.hu oldalon, hogy a készenléti rendőrséggel és rendőrjárőrképzésben résztvevőkkel segíti az Ukrajnából vonattal érkező menekülteket. A feladatokban támogatást nyújt a Budapesti Polgárőrszövetség is. A rendőrök folyamatosan tartják a kapcsolatot az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, a Magyar Államvasutak ZRT, valamint a segélyszervezetek munkatársaival, olvasható a közleményben. Előre be nem jelentett látogatást tett Kijevben Nancy Pelosi, amerikai házelnök. A találkozóról Volodymyr Zelenszky ukrán elnök osztott meg videót vasárnap. A videón Zelenszky megköszönte az Egyesült Államok támogatását, Pelosi pedig Ukrajnának a szabadságért folytatott küzdelmét méltatta. Látogatásunkkal szeretnénk köszönetet mondani a szabadságért folytatott harcukért, hangsúlyozta Pelosi. Elkötelezettségünk mindaddig folyamatos, míg véget nem ér a küzdelem, tette hozzá, megjegyezve, hogy az ukránok mindenkiért harcolnak. Pelosi a legmagasabb rangú amerikai politikus, aki az ukrajnai háború február 24-i kezdete óta felkereste az országot. Egy kongresszusi képviselőkből álló küldöttséggel érkezett, előre be nem jelentett látogatásra Kijevbe. Washington a háború kezdete óta több mint 3,7 milliárd dollár értékben ígért és szállított fegyvereket és lőszereket Ukrajnának. Joe Biden amerikai elnök korábban bejelentette, szeretné, ha az Egyesült Államok további 33 milliárd dollárral támogatná Kijevet. Ennek nagy része katonai segély formájában érkezhet meg az országba. Az orosz erők több százezer tonna gabonát loptak el a megszállt ukrajnai területekről, állította szombaton az ukrán mezőgazdasági miniszter helyettese. Taras Viszocki az ukrán állami televíziónak adott interjúban aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy megszállt területeken tárolt, elmondása szerint közel 1,5 millió tonna gabona nagy részét az orosz erők valószínűleg eltulajdonították. Az ukrán külügyminisztérium csütörtökön azzal vádolta meg Oroszországot, hogy gabonát lop a megszállt területekről, ami a tárca szerint növeli a világ élelmiszerellátásával kapcsolatos fenyegetést. Mikola Szolszki mezőgazdasági miniszter szerint az eltulajdonított gabona mennyiség megnőtt az elmúlt két hétben. Ezt személyesen hallottam a megszállt területeken lévő több gabonasiló tulajdonosától. Ez egyszerűen rablás, és mindenütt ez történik a megszállt területeken, idézte a tárca Szolszkit. A miniszter szerint egy ilyen helyzet élelmiszerellátási gondokat okozhat a jelenleg nem ukrán kézen lévő területeken. A Kárpátalján és Ukrajna más régióiban működő vállalkozók találkozójára került Sorungváron. A megbeszélésen többek között megvitatták a vállalatoknak a háborús övezetekből Kárpátaljára való áttelepítésének lehetőségeit. Meghatároztuk, milyen előnyei vannak Kárpátaljának a többi nyugati megyével szemben. Például az ökológiai tisztaság, a négy országgal való közös határszakasz közelsége, a vidéki lakosság, amelyet be lehet vonni a termelésbe, és a gyártók számára kulcsfontosságú tényező a nyersanyagok külföldről való beszállítása, mivel a keleti szállítási lánc megszűnt. Ha az ágazatokról beszélünk, akkor a kreatív ipar, ez az IT-szféra és még sok más, főként szellemi tevékenység, amely minimális befektetéssel maximális hasznot hoz. Ehhez megyénkben minden feltétel adott. Ha viszont a termelésről beszélünk, akkor ezek azok a gyártási folyamatok, amelyek környezetkímélők, minimális hatással vannak Kárpátalja ökoszisztémájára és exportkereslettel rendelkeznek. A rendezvényt azon vállalkozók számára szervezték, akiknek Kárpátaljára történő áttelepülése már folyamatban van, illetve azoknak, akik ennek lehetőségén gondolkoznak.
Azt szeretnénk, hogy a találkozót követően az a 10 vállalkozó, aki bizonytalan volt, hozza meg a döntését, hogy más nyugati megyékkel szemben Kárpátaljára érdemes átköltöztetni vállalkozását. Ez az egyik célkitűzésünk. A másik, hogy számos partnerkapcsolat alakuljon ki a helyi és az áttelepült vállalkozások között. Arra is vannak példák, hogy bár nem települt át a cég, együttműködés alakult ki a helyiekkel, az eladás, vásárlás és bérlés területén. Mindez erősíteni fogja a kárpátaljai üzleti életet. 70 a harci övezetből áttelepített vállalat már elkezdte működését Kárpátalján, közölte Iván Zavidnyák, a megyei katonai közigazgatás gazdasági és regionális fejlesztési igazgatóságának vezetője. Nem összformálva, perelik plosz. Összeállítottuk azon területek és objektumok listáját, amelyeket felajánljuk a vállalkozók számára, hogy megkezdhessék tevékenységüket Kárpátalján. El kell, hogy mondjam, ezen a téren mi a lista élén vagyunk, mivel a közel 200 áttelepülni vágyó vállalkozás közül 70 már megkezdte tevékenységét megyénkben. Ha a helyi vállalkozókról beszélünk, akkor ki kell emelnem, hogy nem függesztették fel a munkát. Szeretném megdicsérni őket, a kistérségekben túl teljesítik a költségvetést, vagyis megyén gazdasága működik, a munkahelyek megmaradtak, és az üzleti élet is hozzájárul országunk védelmi képességeinek erősítéséhez. A találkozón a szolgáltatói, a gyártási és az építési ágazatban tevékenykedő vállalkozók vettek részt. Egyben bemutatták a Nyugat platformot, amely segíti a vállalkozásokat a harci övezetekből egy biztonságos helyre telepíteni.